Sziasztok! Érőzzünk egyet megint. Arcápolós, sminkelős, dumálós, élő. Itt velem, ha esetleg valaki érkezik. Ott tartok, hogy megmostam az arcom. Felteszem a tonikomat, mindjárt mutatom, hogy melyiket. Kifestem magam, aztán megyek munkába. És most van időm, hogy felvegyem, vagy hogy élőzzek. Reboxos retinolos tonik. Szeretem. Legalábbis úgy tűnik, hogy tetszik az arcomnak. Gyorsan beszívódik. Nem fogy, tehát nem olyan, hogy rettenetesen fogyós termék, mert már lassan egy hónapja használom, és még csak ennyi fogyott belőle. Úgyhogy egész kiadósnak tűnik. DM-be lehet megvenni, 2200 forint. Aztán van még ebből az Avonos újfajta niacinamidos szérumomból, amit elhasználok, de nem fogom újra venni. Mert annyira azért nem vagyok oda érte. Közben... Opszika, állítunk egy kicsit a kamerám, mert... Így. Már főztem, csináltam fokhagymakrémlevest, meg sütöttem hurkát, meg grisszinit, sajtos grisszinit sütöttem ki, úgyhogy nagyon ügyes vagyok. Elég korán keltem, úgyhogy mindent meg tudtam csinálni, így szombatra. Vasárnapi kajának meg, ha minden jól megy, akkor csinálok egy kis húslevest, mert én már nagyon megenném. Csirke alkatrészekből, de majd még megszavaztatom, hogy mi legyen. Még nem vagyok benne biztos. Aztán szemkörnyékápolónak ezt az Avon dekoltás feszesítő szérumot használom még mindig. Én ezt szeretem nagyon, ezt újra venném simán, sőt ebből már a harmadikat használom. Úgyhogy ezt szoktam ide a homlokomra, a szemkörnyékemre, meg ide a nevető ráncomba szoktam kenni. Mert hát szerintem segít abban, hogy egy kicsit feszesebb az arcom. Legalábbis én úgy látom. Hát meg a sok vízivás, tehát azért az biztos, hogy közre játszik, hogy vizet iszok sokat. Tegnap megfőztem az idei ősz első teáját, úgyhogy hivatalosan is ősz van nálunk, mert elkezdtünk teázni. Olyan jó esett a meleg tea, úgyhogy mivel is ettük, én meleg szendvicsre ettem a teát, mindent melegen. Most elég hűvös van, és már ilyenkor jó esik a tea. Úgyhogy hivatalosan is ősz van nálunk. Meg már az ajtó sincs annyit nyitva, meg az ablakok sincsenek annyit nyitva. Sajnos. Ajakápolónak még mindig ezt a Rossmanos Melbimbo védőkrémet használom. Tényleg ez nagyon jó. Ennek ilyen sárga színe van. Ilyen. Csak egy picike kell belőle, és éjszakára is ezt szoktam feltenni, és tök jó hidratálja a számat. Ami mellé ment, azt letöröltem, hogy ne kenjem szét, mert ez egy kicsit ilyen olvadós állagú, szóval amikor a kezedem vagy a szádom megmelegszik, akkor olyan folyósabbá válik, úgyhogy tényleg nagyon picike kell belőle. Aztán arckrémnek még mindig ez a Avonos C-vitaminos arckrém. Ebből egy kicsi. Szeretem.
ezt a fajtát. Nagyon gyorsan beszívódik, és olyan finom puha lesz tőle a bőröm. Nekem többnyire a C-vitaminos, ez a C-vitaminos krém jött be. A C-vitaminos szérumokkal egyelőre nem vagyok jóba, mert nekem ez a műanyag citrom illat, az nem annyira drágább kategóriába, meg még nem próbáltam ilyen Indigo és társai, mert nem nagyon jöttek be a C-vitaminos termékek eddig nekem. Ez a krém, ez nagyon bejött, ezt használom is hűségesen. De a többit azt még nem próbáltam drágább fajtát, aztán fényvédőből ezt az Avon fényvédőt használom még megint, még mindig. Ami már elfogyhatna, mert nem vagyok oda az illatáé. Úgyhogy viszont fényvédőnek nagyon jó. Így van itt egy pattanás maradványom. Ilyen kis méregzsák volt az arcomon, kinyomtam, és még itt a hege szegénynek. Úgyhogy ez egy kicsit beszívódik. Addig előszedem a cuccokat, amiket használni akarok. Ú, az ecseteimet is ott nem hoztam ide, úgyhogy most kimegyek a képből szokás szerint. Mert hogy azt egy másik szekrénybe tartom, zárt szekrénybe, így az ecseteket, hogy ne legyenek porosak, meg esetleg cicaszőrösek, mert hogy nekünk vannak macskáink, három is, és nem szeretnék macskaszőrrel találkozni az ecseteiben. Mert az biztos, hogy nem szeretné az arcom. Most melyik alapozót használjam? Azon gondolkozom. Nem abban most, hanem most próbáljuk a... Azt már régen használtam, és meg akarom nézni, hogy a matt alapozóimat mennyire szeretem még, mert van ez a Wet n Wild-os, van a Maybelline-nek az az újfajta, van az Avontól is matt alapozóm, és nem igazán használom őket, és meg akarom nézni, hogy egyáltalán szeretem még, vagy ajándékozzam el valakinek, mert azzal, hogy itt áll a szekrénybe, vagy a fiókba, azzal nem megyek semmire. Szóval meg akarom nézni, hogy egyáltalán fogom-e még őket használni, vagy nem. És ha nem, akkor tovább ajándékozom. Kiszedem a cuccokat, amire szükségem lehet. Igen, a Rimmelnek a púdere már kezd meghalni a teteje, de erre még nem találtam ki semmit, hogy hogy oldjam meg, hogy ez ne történjen meg. Mert ez folyamatosan hajdoklik szegény pára. És őt fogjuk használni. Most pillanatnyilag, még csak egyszer használtam tegnap, és ma újra szeretném. Úgyhogy ő lesz a mai nap palettája. Alapozót vettem elő, korrektort vettem elő, púdert vettem elő, szempillaspirál, még mindig az Avonnak a luxa. Már tényleg a végét járja, szóval már most utolsó próbálkozások, szemhéj alap, Wet n Wild, bronzasító is legyen most a Wet n Wild-é. Nem igazán látok színét. Hey, szia, Vancsi! Meg még... szemöldök zselém itt van. Na mindegy, mert menet közben még előszedem, ha valamire szükségem lesz, mert így most nem tudom, hogy mit nem vettem még elő ebből. Ugye szemhéj alapból csak ilyen picit szoktam használni, szétkenem az ujjamon és mehet fel a szememre.
Úgyhogy. Mostanában úgy szoktam a szemhéj alapot, hogy én is akarom újra sminket. Gyere, baba, kifestelek! Szaladj! Úgy szoktam, hogy a szemüveg miatt, hogy nem ásszon el innen az alapozó, most azzal próbálkozok, hogy szemhéj alapot teszek ide is, meg ugye én a szemem alá szoktam még egy kicsit húzni. Hát, ha nem mozdítaná el a szemüveg, bár mondjuk szerintem az mindent elmozdít. De most próbálkozom már most 2 napja azzal, hogy az orrnyergemre is teszek szemhéj alapot. Hát, ha összejön. Hogy a szemüveg ne tolja el az egészet. És már kezd kialakulni itt az asztalon megint a kupi, szokás szerint. Paletta. Most valami világos sminket kéne csinálni, mert tegnap elég brutál lett. Úgyhogy most valami világosat fogok csinálni. Hát szerintem, mivel világosat mondtam és világosat akarok, szerintem ezt a 4-est fogom itt használni. Vagy esetleg még ezt a 2 fényeset. Majd meglátom. Kezdetnek. Ugye ezzel kezdek. Aha. Igen, jó paletta, tudod. Ez az, amiért a sok cipőt tudná venni. Ez lesz a kezdőszínem, aztán meg mélyítek majd ezzel a mellette levővel. És tényleg egész nap fennmarad, és nem mozdul el. Tehát nem áll össze egy csíkba. Úgyhogy ez tényleg... Oké, hogy rettenetesen drága, de tényleg nem mozdul el. Meg hát na, ha már a vérem adom érte. Most rendeltem színszéről nadrágokat. Végre volt megint az a vastag melegítő alsó, ami nekem nagyon tetszik, úgyhogy rendeltem belőle még 3-at vagy 4-et magamnak, meg 1-et Szilvinek. Úgyhogy lesz nadrágom. Jé, nem fagyok meg a télen. Ugye ez az első szín, ez nem ad nagyon színt a szememnek. Csak. És akkor mélyítem majd ezzel a sötétebbel. Tegnap elég sötét sminket csináltam. Most nem akarok olyan nagyon sötétet. Ki akarom próbálni, hogy milyen az, hogyha világosabb színeket használok belőle. Úgyhogy meg már végig játszom az összes palettát, meg elő. Szerintem mindig másikat fogok használni, és akkor így végig megyek ezen a... Hát nagyon sok palettám van még mindig. Mert a Revolution-ös palettáimat is használni akarom, még mielőtt elkezdenek megromlani, mert ugye vannak közt a régebbiek is, és nem szeretném, hogyha megromlanának. Úgyhogy így mindig, ha élőzök, akkor mindig mást fogok használni. Ez a kis világos szín sokkal sötétebbnek tűnik a szememen. Szóval ez, majd hogy mutassam. Sokkal sötétebbnek tűnik itt. Közben csináltam a szobaajtóra egy ilyen ne gyere be, mert anya videózik táblát. És ezt gyorsan kiakasztottam az előbb. Elvileg nincs a szobában macska, de előfordulhat. Na. Szerintem kiszáradt a szám a sok beszédtől. Szerintem nem akarok sötétet csinálni nagyon. Ehhez valami szép fényes szín kell majd, és akkor készen leszek. Próbálom egyformára kisatírozni a szélét. Nagyon szépen satírozható is. Tehát nem marad meg egy csíkba tényleg, tehát
Oké, hogy rettenetesen drága féle fajta paletta ez. De tényleg szépen lehet vele dolgozni, satírozható is. Nem mozdul el egész nap. Úgyhogy megérte rá gyűjtögetni, hát meddig? Egy sokáig. Arra gondoltam, hogy egy picit még a sarkával lehet, hogy teszek sötétebb, egyel sötétebb. Lehet, hogy nem teszek, most nem akarok sötét sminket, mert tegnap mondom, olyan sötét lett, hogy nagyon. Úgyhogy ezt a színt fogom használni, mint fényeset. Ez ilyen. Ja, nem tudom, hogy mutassam. Ilyen kis ezüstös fényű szín. Mondjuk a legbénább ujjamra sikerült felvenni. Mert hogy tényleg a legbénábbra sikerült. Meg ezen van a leghosszabb köröm pehjemre. Szóval... Aha, erre gondoltam. Hogy ne legyen túl sötét a smink. Ó, nagyon szép. Mert most csak ilyen lightikát akarok. Elsatírozom a szélét a legvilágosabb színnel, amit csináltam. Úgyhogy ne látszódjon a csillogó színnek se a széle. Elsatírozom, aztán kész. De még a szélére teszek egy kicsit. Így ezt összesatírozom. Ó, de szép vagy! Hát tudok én világos minket is csinálni, nem kell nekem mindig olyan. Mostanában elég sötéteket csináltam. És úgy feltűnt, hogy ó, Jézus! Mondjuk ez a zöld póló nem biztos, hogy rajtam marad a mai nap folyamán. Mert ez ilyen itthoni játszós póló. Ilyen lett. Szerintem szép. Itt a szélével kéne valamit kezdeni, hogy itt egyforma magasan legyen. Szerintem egyforma. Vagyis majdnem egyforma. Úgyhogy... Jó. Az ujjamon is maradt még egy csomó fényes szín, sajnos. Közben van itt nekem papírzsepi, hogy letöröljem az ujjamról a cuccokat, amiket használok. Hogy ne kenjem össze magam máshol. Szóval, Wet n Wild-os alapozók. Keverni fogom, mert ez sötét, ez meg túl világos, úgyhogy egy kicsit keverni fogom. Szerettem nagyon ezt, de már most egy ideje nem használom. Most nem tudom, hogy van-e még szükségem ilyen matt alapozóra egyáltalán. Mert tényleg nem használom mostanában. Csak az ujjamra tettem két ilyen kis maszatnyit, és ezt felviszem, és ecsettel fogom eldolgozni, mert a smink szívecsomót megint nem vizeztem be, mert hogy eredetileg én csak le akartam ülni ide sminkelni, és ez eszembe se jutott, hogy nem tudok menet közben kimenni. Úgyhogy... Ma szivacs nélkül oldjuk meg megint, de van ecsetem, úgyhogy nem gáz. Leszedem az ujjamról. Szerintem kevesebbet használok most ebből az alapozóból, mint amit annó használtam. Nem akarom, hogy maszkos legyen. Mert ez... Van egy kis ilyen... Nem tudom milyen illata. Nem szeretem. Ilyen borsat festék szaga van. Mert ha vékonyan felvéve nem lesz gáz, akkor megtartom, mert egy órán belül úgyse lesz matta fejemen, mert hogy nálam egy óráig tartanak a mattalapozók. Mostanában rászoktam arra, hogy nem kell olyan kő alapozott hatású arc, csak legyen egy egységes arcszínem. És én már akkor boldog vagyok.
A bőrhibáimmal együtt is boldog vagyok, szóval. Hát nem erős így a fedése, egy vékony réteg van az arcomon. Tehát átlátszanak a bőrhibáim itt, ez a kis piszok is. Hát meg a homlokomon az anyajegyem, vagyis van egy ilyen barna pöttyöm, az is átlátszik. Egy picit viszek még fel, egy icipicit. Aztán meglátjuk. Mert így ezt azért keveslem. Így. Szépen eldolgozom. Ez egyébként még mindig a kell a púderes ecsetem. Ő van használatban most. Úgyhogy... Szépen eldolgozgatom vele. Hát... Szoktam én is, hogy beütögetem az ecsettel. Pláne, ha a szivacsom éppen nincs kéznél. Szerintem ez így jó lesz, mert nem lett olyan kőmatt az arcom, sőt nem is lett matt jóformán, mert hogy az a lámpa, ami szembesült velem, az a brutál lámpa. És hát a bőrhibáim kilátszanak, de velük élek együtt, szóval. De lett egy egységes arcszíne az arcomnak, arcszíne, egységes színe lett az arcomnak, úgyhogy ez jó dolog. Most, amíg megszárad az alapozó, addig megcsinálom a szemöldökömet. Ugye a Catrice-nek a 48 órás zseléjével. Szokás szerint, mert ez nekem nagyon bejött. Ugye kiteszek belőle egy kicsit, és akkor hozom a szemöldökecsetemet is. Felteszem. Ugye úgy szoktam, hogy amíg szárad az alapozó, addig megcsinálom a szemöldökömet. És utána jön a korrektor, meg utána befejezem a szememet, az alsó szempillasoromat is, vagy alsó szemhéjamat is kifestem. Nem tudok beszélni, pedig már ettem is, meg főztem is. Valamelyik nap megint megpróbáltam ceruzával megcsinálni a szemöldökömet, és nem bírom megcsinálni ceruzával. Nagyon hozzá vagyok szokva ezekhez a zselékhez. Hiába próbálkozok. Eleve a színe se tetszett, meg nem tudom ceruzával. Olyan béna lesz. Nem, lehet nincs ráállva a kezem. Lehet, hogyha többet gyakorolnám, akkor meg tudnám csinálni, de én ceruzával. Meg olyan, mintha kiszaggatnám vele a szemöldökömet. Mert olyan kemény, vagy milyen, még el nem kezd kicsit olvadni, pedig faragtam a ceruzán, hogy ne az a hegye legyen, ami itt áll már egy 3 hónapja, az fiókomba, vagy 4. De nem tetszett, úgyhogy nem leszek egy ceruzás szemöldökű jány. Na, mi mindjárt csinálunk belőlük rokonokat, szokás szerint. Egyszer. Hm.
Majdnem jó. De mondjuk sose volt még egyforma, szerintem. Akárhogy próbálom egyformán tartani a homlokomat, mindig egy kicsit, tehát ez a mozdulat, ez nekem benne van a homlokomba. Szia, Enci! Így. Így hagyom, mert hogyha tovább munkálok hozzá, el fogom cseszni, úgyhogy így marad a szemöldököm. Mondjuk azt, hogy rokonok. Szokás szerint csak rokonok. Jöhet a korrektor, még mindig a Catrice, a True Skin. De is teszek erre a bibire, majd eldolgozom, mert hogy ott van egy pattanásom. Egy kis pattanáska. Szerintem macskát nem kéne ölelgetni. És akkor lehet, hogy nem lennének pattanásaim. Ecsettel fogom eldolgozni, mert a smink szivacsom sajnos száraz. Nem vizeztem be. És most így ecsetezünk, meg majd a kezemmel átmegyek rajta. Nagyon jó, szeretem ezt a korrektort. Akárhányszor így nyúlok, hogy melyiket használjam, valahogy mindig ezt veszem ki a fiókból. Mert marha jó, el lehet dolgozni. Viszont az alapozóját megutálom, tehát úristen, ezt szerintem most már nálunk kukát fogott az alapozó. Mert megvettem mindjárt, amikor kijött, hogy ó, de jó, hidratáló alapozó, jaj, mindenki, oda van érte. Hát rajtam nem működött. Úgyhogy nekem az nem jött be. Most eltapogatom egy kicsit a korrektort, mert ugye nincsen smink szivacsom. Vagyis van, csak száraz. Én meg úgy nem használom. Úgyhogy most bedolgozom kézzel. Meg ide az ornyergemre is, ahova ugye tettem a szemhéj alapot, hogy hát ha ott tartja az alapozót, meg a korrektort, itt a szemüveg, ahol nyomja az orromat. Próbálkozom, hogy ott maradjon. Jöhet a púder. Rimmel Stay Matte. Ecsetem. Igen, Enci, megyek dolgozni. Csak gondoltam, közben élőzök egyet. Megyek. Főztem is már. Mosott is a gép egyet, ki van teregetve. Úgyhogy megyek délutára, csak ilyenkor fél egyre szoktam menni, úgyhogy azért van most időm még itt szórakozni egy kicsit. Mert ha dumálok, akkor sokkal tovább tart kifesteni magam, mintha nem dumálok. És azért ez egy óra hosszú szokott lenni. De lehet, hogy most rövidebb lesz. Mert azért bennem van a bugi. Meglátjuk. Ezekkel a kóbor hajszálakkal én nem tudom, hogy mit csináljak, tehát ezeket nem bírom megregulázni még a fejpántommal se. Egy. Szóval alsó szempillasort befejezzük. Ugye ugyanazzal a barna színnel, ezzel. Szerintem ezzel végig megyek rajta, és kész. Meg egy ilyen lapos ecsettel, egy ilyen kis éles lapos. Egy ilyennel. Összekötöm az alsó szemhéjamat, meg a felsőt. Úgy azért ne legyen alvós a kopasz, mert ezt nem szeretem. Így, ne?
Szerintem jó. Kell nekem egy fültisztító palcika. Igen, az előbb a fényvédőtől könnyezett a szemem. Remélem nem kentem bele a fényvédőt a szemembe, mert akkor egész délután sírni fogok, és oda lett a sminkem. És azt nem szeretném. A trafik közepén meg főleg nem, mert hogy ott nem is tudom kijavítani. Úgyhogy reméljük, hogy nem lesznek ilyen gondok. Megigazítjuk, hogy még erre itt ráhúzok a sötét színre egy kicsit. Sötét, hát ez a legvilágosabb smink, amit mostanában csináltam. Ott egy kicsit sötétednek tűnik. Egy icipicit. Oké. Ez megvan. Jöhet a szempilla spirál. Hol vagy? Hova tettelek? Avonlux. Többiek. Szilvi ugye Gödöllőn, Gabi meg elment a tüzépre valami. Majd nem soká jön vissza. Csemperagasztóé talán. Elment, itt hagyott, úgyhogy most nem kell aggódnom, hogy bejön. Még haza nem ér. Szeretem ezt a szempilla spirált. Meg kell, hogy állapítsam, és a mostani, az októberi Avon katalógusban féláról lesz. Úgyhogy rendelünk is belőle, mert Szilvi is szereti. Összekentem magam. Mert hogy olyan szép szempillákat csinál. És ha ügyes vagy, vagy nem viszi az ember túlzásba, akkor nem is ragassza össze a szempillákat. Azokat nagyon nem szeretem, amik összeragasszák. Pláne az én béna. Azért nem tudom kipróbálni a műszempillát, mert az egyik szememmel nem látok. És nem bírom felrakni. Már próbáltuk, rendeltünk AliExpressről Szilvivel egy csomót. Nem bírom felrakni, mert az egyik szememmel nem látok is. Az egyikre fel tudom, a másikra meg nem, szóval ilyen lennék. Próbáltuk, van ragasztóm is, meg van vagy 30 pár műszempillám, mert hogy majd mi? Nem működik, és én nem bírom. Szilvi felbírja rakni, én nem. Ja, hát meg nekem a szemüveg alá se férne. Ugye, mert ha itt jobban kispirálozom a szempilláimat, hogy megint összekentem magam. Ha jobban kispirálozom a szempilláimat, akkor már meg vagyok bukva, mert hogy hozzáér a szemüveghez. Én meg szeretem teljesen feltolva tartani a szemüvegemet. Nem is tudom, melyik szempilla spirál volt az, amivel akárhányszor kifestettem, mindig hozzáértem. A Snapskara? Azt hiszem, nem. Valamelyik másik volt. És azzal nem csinálhattam így, hogy már most harmadszor megyek át végül is az egészen. Mert az már sok volt, és hozzáért a szemüveghez, szóval nekem az azért is nem működik. És mivel volt itt nekem fülpucolom, ezzel fogom leszedni az összekent kis történetet. Inni. Le is jött mind a kettő. Nagyon ügyesen összekentem magam, máskor soha, de építetted, de a szemüveg miatt nem építethetek műszempillát. Mert én nem bírom itt lent elviselni, nekem mindig fel kell, hogy toljam. De egyébként nagyon tetszik, mert nagyon szép. Mert az rajtad van, reggel felkelsz, az olyan, mint a ki lennél festve. Rajtad például nagyon tetszik. Lehet, hogy egyszer aztán elmegy az eszem, tudni lehet rólam, hogy én gondolok egyet, azt. Sok mindent megcsináltatok, meg megcsinálok. Sose, nem mondom, hogy soha. Soha nem mondom, hogy soha, lehet, hogy egyszer lesz. De jó, hogy beszélgetsz velem. Nem ér hozzá rövidebbet is lehet. Lehet, hogy egyszer megcsináltatom. Azt is mondtam, hogy nem megyek körmöshöz, azt már most járok. Nekem is, ha volt. Aha. Lehet, hogy egyszer elmegyek, azt kipróbálom. De akkor nem is kell szempilla spirál, meg ilyenek, nem?
Mi rövidebb van csi? Szempilla? Ne beszéljetek már rá, csajok! Basszus! Elrontotok teljesen. Már így is tiszta hülyének néznek pára. Jó, mondjuk egy embert tudok konkrétan. Mindegy. Szóval, szemem kész, nem van kész a szemem, mert még a belső szemzugba szerintem teszek vagy valami fényes színt innen, vagy... Ócsón? Jó, majd írok. Jó van, beleülteted a fülembe a bogarat, köszi. Ha nem ölnek meg a következő plazmaadáson, akkor majd lehet, hogy írok. Ugyanazt a fényes színt felteszem, őt, felteszem belülre is, ezzel a kis utálatos ecsetemmel, aki szúr, és már ígértem neki a kukát, de még nem dobtam ki. Így. Jó. Jó, oké. A szemem kész. Szemszerűzőt most nem fogok használni, mert szerintem nem kell most ez nekem. Igen, a kék szememet azok kiemelik, hát a szempilla, igen. Fekete, az kék körül, nagyon kiemelni. Köszönci! Cuki vagy? Cukiko. Szóval, bronzosítsunk. Ez a Wet n Wild-os bronzer, ami, hát... Nem nagyon van színe, szóval legalábbis én nem látom. Tehát így durvolhatok vele, mert nem csinál kb. Semmit. Egy pici színt ad az arcomnak, de nem nagyon lehet vele túlzásba esni. Úgyhogy. Ezt biztonsággal lehet használni, az abonos sokkal durvább, mint ez. Tehát abban nem mászhatok ennyire bele, mert az pigmentált. Ez olyan, mintha nem lenne annyira pigmentált, de azért megadja azt a kis árnyékot az arcnak, ami kell. Ott például sokkal jobban látni, mint élőbe. Majd meglátjuk, hogy... De ez a... Tehát ez a bronzosító, ez tényleg nem sok mindent csinál. Na, pirosítót mostanában nem szoktam használni. Igen, én megyek, Vancsi. Én váltom az anyukádat, azt hiszem. A anucikádat. Én megyek dolgozni. Mindjárt kész vagyok, mindjárt megyek. Szerintem rúst nem fogok feltenni, vagy tegyek? Nem teszek. Nem akarok feltenni, mert kimegyek és iszok egy teát még, meg utána kávézni fogunk, remélhetőleg bent, úgyhogy nem lesz most rúzs meg ilyenek. Mit főz? Szegény, büntetitek ezzel a főzéssel mindig. Miért nem főztél már meg? Főzzél valamit a nyádnak. Kávét mindenképpen. Úgyhogy... Jaj, de miért viszket az ember arca, ha már kifestette rögtön? Bolonyai. Azt én is szeretem. Megyek én is. Azt én is szeretem. Azt tettem este még, amit a fagyasztóból kivettem. Úgyhogy az volt a vacsim. Azt tettem meg a maradék sajta, a maradék tészta, a maradék bolonyai, maradék mindenségeket ettem. Az volt a kajám este. Azt ettem meg. Úgyhogy most lassan neki indulok. És ez a cucc meg, ezt letöröltem zsepivel. Őt. És ha most kimegyek kezet mosni, és így felejtem, ez nem jön le. Tehát ezt kaparázhatom. Szappannal nem lehet lehozszedni. Azt hiszem Domestosszal se sikerült. Tök jó az a szemöldök cucc. Úgyhogy
Ezt nagyon szeretem, és ketriszes, és nálunk is van itt a Rossmannban, meg már mi is van, ilyen is van nálunk itt a Rossmannban a ketrisznél, úgyhogy fejlődik a Rossmann. Legalábbis, ami itt van nálunk. Meg be kell vinnem magammal az ovonos újságot, mert rendelnem kell Szilviéknek is, meg magamnak is ilyen szempillaspirált. Szeretem. Igazság szerint szeretem az Avonnak. Ezt a szuper sokját nem akkor. Menjek le? Hát úgy tervezem, hogy mennem kéne. Ha nagyon ügyes vagyok, akkor lehet, hogy lemegyek holnap. Ha nagyon ügyes vagyok. Vagy ha Gabi nem tervez olyat. De nem merem előre ígérni. Majd írok, jó? Mert tényleg 1000 éve voltam már. Most úgy akarom, hogy a gyerekek is otthon legyenek. És vasárnap az tök jó. Nem tudom, Petráik mit csinálnak. Majd írok Petrának is, hogy zavarni nem akarok, szóval. Szóval, lehet, hogy megjelenek holnap. Ezt a fajta, ennek ugye ilyen, de nem tudom mutatni, mert nem fókuszál rá a hülye kamera, szóval ilyen szőrmókos keféje van. Ezt nem igazán szeretem, mert ilyen csomóba összeragassza a szempillámat. Na jól van, meg van egy másikom is, az is ilyen szuper sokkos, talán a fekete jobb. De nem vagyok benne biztos. Na jól van, most már összepakolok, és megyek, gyorsan iszok, aztán megyek dolgozni. Mert készen vagyok. Én is úgy nem szeretem. Az egyiket szeretem, a másikot nem. Azt a kéket nem igazán szeretem. Ez a luxus, és sokkal jobb, csak ezen meg soha nincsen akció. Mert ezt meg sose akciózzák a lux termékeket. Most lesz egy ilyen 50%-os akció az Avonba. A luxus szempillaspirálra, és mondta Szilvi is, hogy rendeljek neki is, mert ez jó. De a többit sose, tehát a lux termékek sosincsenek akcióba, pedig ugye nekem van az alapozója is, ez a fajta, ez a fényes, és ez is mindig 2800 forint, és sosincs rá alapozó akció. És mert mindig figyelem, mert tudja, hogy vennék belőle még, vagy más szint, vagy nyári szint is akartam. De most ezt a fajtáját nagyon szeretem, ezt a szérum alapozóját az Avonnak. Rohadt jó. Ebből már most van két színem. Úgyhogy majd a lux cuccokat szépen elkezdem beszerezgetni. Csak hát azért figyelgetném, hogy mikor van reakció. De mivel sosincsen, így szépen lassan majd megveszem. Mert kíváncsi vagyok, de nem olyan sok cucc van benne. Belőle. Na jó, van, megyek, mert egyrészt megfulladok. Innom kell valamit. Megmennem kell dolgozni. Na jó, van. Melyik videót enci? Jaj, alapozósat? Jaj, de szeretlek, hogy cuki vagy, hogy nézed, tök jó. Van fönt mások alap. Ezt is, így az élőket is át szoktam menteni, de lehet, hogy ezt nem fogom. Mert ebben most jó hedumáltunk. Az élőket is át szoktam tenni, az is egy marha hosszú videó, aki érdekel, az meg tudja nézni. Úgyhogy, ja. Már 82 feliratkozom van, ne hülyéskedjél, tisztára. Fel vagyok törve, mint a talajvíz. De egyébként a saját szórakoztatásomra is tök jók ezek a dolgok, mert én simán visszanézem magamat is. Símogatom az egómat. Úgyhogy... Szia, Ani! Na jó van, tényleg befejezem. Megyek, iszok valamit, mert már fáj a torkom. Halihó!